Sziasztok, itt Zsuzsetta, és ez pedig itt az Alincia Online-el, hogyan töltsük le, tehát akkor kezdeném is a videót. Ugye létrehoztunk egy olyan weboldalt, hogy Alincia Online hun a Facebookon, és remélem, hogy mindenki jön és lájkolja majd. Természetesen ott is tudok segíteni bárkinek üzenetben, úgyhogy nyugodtan írjatok ránk, hogyha gondjátok, és kértek lájkolni, már kéne a mérföldköves 100 lájk elérése, hogy egy kicsikét felemelkedhessünk, ugye? Mivel ez egy magyarok oldala, tehát akkor mindenkit várunk oda. Hogyan töltsük le? Most igen, sokszor problémát jelent az embereknek. Telepíteni kell az Alincia setupot és az Alincia launchert, amit én most be fogok mutatni, csak hogy nekem már le van telepítve ugye a gépre, tehát akkor ezt megnyomjátok, és egyetemben berendek nektek egy oldalt, hogyha torrentet töltitek le, akkor persze ugye nem kell annyit várni, de szerintem ez is megéri. Ide kattintozok, és akkor dongolod, és akkor letölti. Várni kell egy 10-15 percet, mert ugye maga a játék az bonyolult, és nem olyan egyszerű, mint egy Minecraft vagy hasonló megegyletes játék telepítésre, mert ez egy kicsikét összetettem, mert a grafika is kiegyenlődöttem, tehát várni kell arra, hogy beadja a játékot, és le kell tölteni a launchert is persze. Szóval nem van minden kettő. Először szerintem a launchert kéne futtatni, ami persze olyan 2 perces munka maximum. Csak ennyit csináltok, hogy install. Ugye vártok 2 percet, és done. Készen vagytok. Bocs, hogy ezek nem fel. És itt van ugye a setup, ami több időt vesz igénybe. Tehát akkor tovább. Itt ugye felmegy 100-ra. Amit kivárunk. Közben eszek, bocsi. Igen is. Csak chips. És mondj is, hogy finom. Kértek? Na, jó van. Azt pedig, hogy önkedik viszont, az már ugyan a másik videóm, tehát azt... Ha érdekel, nézzetek majd meg. Gyerünk, jó. Sikerülni fog a 100, nem aggódj, menni fogod. Így meg. Please wait while setup is loading. Very thing installer. Tudom, ezt feltétlenül okozzátok le, az ilyen hangot szokták. Ugye tovább, ahogy mi mondanánk tovább. Tovább. És így nincs vége, és eltüntett az ikonomat. És ugye oda fogok rakni egy ikont, ami a weboldal, tehát ne törődjétek onnan le, mert az a weboldal ikonja, és ezt ugye lehet hagyni. És mire ez feltöltődik, aztán nem érdekel. Várni kell 5-10 perc, mire ez ugye felmegy idáig, mert innentől már nehezebb dolga van. Tehát akkor egy kis várás. És meg is indult ugye a töltés. Jaj, chips! Rendesen 3 percig a fülebe töltötte, de megjött azt hittem kivárni, mert úgy hallottam, hogy elvileg régen egy koreai verzióval lehetne csak eljelenteni a játékot, tehát az egy kis koreai jól kellett kinéznie. Az milyen érdekes lett volna, ugye? Vége. És itt van a weboldalnak a ikonja. Azt még nem tudom, hogy estörőjétek le, mert ez is kell. Ezt sem ajánlom letörölni, mert ugye hát újra lehet telepíteni őket, mert van nekem is az XP-n, hogy valamikor belépszok, hogy túl sokat voltam fenn, meg ilyenek, meg sokszor lépedettem kibe, mert nem voltam normális, és ilyenkor ugye, mikor lépnék be az Alinciába, akkor azt írják, hogy tallózás. Tehát ilyenkor az Alincia alatt csak újra kell telepíteni, és a setupot is újra kell telepíteni, ami pedig úgy működik, hogy megmártak újra, és akkor ugye újra telepítődik. És még így csinálni mindent, tehát köszönöm szépen a figyelmet.